fogunk majd ezekkel élni, úgyhogy mi azért úgy gondoljuk, hogy bár szeretnénk, hogyha minél előbb vége lenne, de úgy gondoljuk, hogy van még néhány olyan bizonyíték, amelyet szeretnénk, hogyha a tisztelt bíróság áttekintene, és azokat is a bizonyítékok közé is sorolna. Engeditek végig a sajtót dolgozni a tárgyalás során? Vagy igen, fogjuk, igen. Tehát akkor nem lesz zárt tárgyalás. Nem lesz zárt tárgyalás, nem is fogjuk kinyitványozni a zárt tárgyalást. Részünkről nevetséges lenne, hogy ugye időről időre találkozunk, és akkor azt mondom, amikor számomra fontos dologban találkozunk, akkor zárt legyen. A többiek esetében nem tudom, hogy ez... Az sem a zárt tárgyalások, a képtel, a hangfelvétel két más készítésére kérdése lesz. Napi renden, azt majd mindenki nyilatkozik rá. De én ezt nem kívánom korlátozni. Azt kérdezték, hogy a képfelvétel vagy kép más készítés, ugye? Többiek esetében. Állásom, köszönöm. Hát ami jár mindenki, de igen. Igen. Hát téged még ismernek. Igen, és azért mondtam, hogy én magam... Borzó János ügyvéd vagyok egyébként tisztelettel a városon. Lehet sejteni egyébként, hogy hány tárgyalás lesz? Hogy milyen hosszú lesz ez az ügymenet? Nem. Hát ez most még nem. Ez egy része az anyagnak, csak hogy a vastagságát, ez egy része a... Igen. A nyomozatiratok 6-os, 7-es kötet és 11 kötet van. Hát ilyen ügyekben nem lehet alsalában megmondani. Ezeket a kuszi ügyeket tartottnak. Első fokon. Továbbra is koncepciós tervnek tartja? Ezt talán itt még nem tartom, de azt mindenképp, hogy egy koncepció alapján dolgozott a ügyészség és a rendőrség, és mindent megtett annak érdekében, hogy a koncepcióját igazolja, amíg attól sem lettem vissza, hogy fenyegetesse a szakértőket és a tagokat. Köszönöm. Ezt úgy értjük egyébként, hogy minden nyomozásnak van egy koncepciója. Ennek a nyomozásnak is egy koncepciója, amely viszont olyan bizonyos negatív nyomozásról terhes, amely a védelmet akárossá teszi a teljes pártatlanság. Nem mondhatjuk, hogy a koncepciós persze, persze. Hát a nyomozás során mindig nem koncepció. Csak az a kérdés, hogy a koncepció behalózott-e, vagy pedig esetleg kell, hogy a